Az első fődőben úgy érzem, hogy egy kicsikét még görcsösek voltunk, éreztük, hogy ez az első bajnoki meccs, nagyon szerettünk volna jól játszani, és szerintem ez okozta ezt a görcsösséget. De a félidőben rendeztük a fejeket, mondtuk, hogy ez a két gólos hátrány, ez semmiség, kézlabdába pikpak le lehet ezt dolgozni, és igazából úgy gondolom, hogy a védekezésünk volt az alap a második félidőben, és tényleg aki fent volt, hozzá tudott tenni a védelemben rengeteget, és ezután pedig könnyű gyors gólokat tudtunk szerezni, és ezután egy magabiztosabb előnyt tudtunk kiharcolni, és utána ezt pedig magabiztosan megtartottuk. Nem kezdtük jól az első félidőt, sok zicserünk kimaradt, a védekezésünk sem volt annyira kemény, ezzel ellentétben szerintem felerősödött a védekezésünk a második félidőre, és így sok lerohanás gólt tudtunk szerezni, és ennek köszönhetően sikerült beúznunk ezt a győzelmet. A második félidőben sikerült fegyelmezetnek maradnunk, és megfordítani azt a mérkőzést, és úgy gondolom, hogy ez a fél óra az kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna. A második félidőre a védekezés az látványosan feljavult. Ezt gyakoroltuk igazából az egész felkészülés alatt, hogy a védekezésünk kemény legyen, és abból tudjunk futni. Úgyhogy örülök, hogy így sikerült, és ezt kell tovább vinnünk a következő meccsekre is. Ilyen rajt volt a tervben? Természetesen.